Sziasztok, Marika vagyok. Megyek ki, sarvalépáért, meg körülnézek a kertbe, nem fagyott el a jacint, meg a ciklament, meg papa mit csinál, ha még kim van, nem tudom, már kiment. Most ma jó, jobb idő van, várjátok, hanyadika van. Hát ezt hétfőn látjátok ezt a videót, most szomba. Se tudom, milyen napban nézhetek ide, vasárnapban. Vasárnap délelőtt már elkezdtem a főzést, de azt akarom, hogy ebédre legyen meleg, ne kelljen melegíteni, úgyhogy akkor most még ráér, most gyorsan kimegyek egyet, süt a nap, talán nem bújik el valami felhő mögé, azt akkor ezt-azt mutatok. Papa, te mit csinálsz? Aki általámat, Rémi, ott kint olyan hideg szél fúj. Aha. Jó, várj, mert megszellőzteted. Várj, mert megszellőzteted. Füstöléshez. Még lesz, már most végeztünk. Ja, ja, ja. Az életeszem már most is alig találtam. Valami. Ja, ja, füstöltünk, csak azt nem mutattam. Annyi kormot leholja. Ja, leholja a tetőről a kormot, a szél látom. Cicu. Ki lett támogatni? Te ott metétem a veszőket, a bibizlidőt. Aha. Hú, ugyan, hogy a szélben is jöttem egyszer. Hát nem hiszem, mikor te metszed az ágokat, akkor mindig. Jó, a cékra tönkre ment. Titukó, titukó, titukó. Jaj, nem nyúlok hozzá, de hát nem bírom ki hozzá a nyúlni. Itt a cikla ment. Hát jó. Ja, megsínlette, de szerintem nem ment tönkre. De a hunyor is ide nézetek, le van kókadva, teljesen mínusz 9 fok volt. Na itt a jacint. Jól fölhúztam, hát úgy takartam be, mondanok takarjam be, hát, vagy vigyem be, hát nem vittem be. Jól fölhúztam hozzá a földet. Aztán mínusz 9 volt, hát én úgy látom, ez nincs megfagyva. Nem érni kell ennek. Ja. Jó lesz, remélem. Én bízok benne. Itt a sárgarépám. Ez még jó állapotban van, de a zöldség az nem. Az katasztrofális. Azt most ide ki is burítom, azt a gyorsan átválogatom. Meg még ott van a zeller. Hát, vagy mi az? Az zeller. Abból is viszek be egyet, mert a héten csinálok ilyen mindent bele levest, abban jó. Meg ugye körátnek is jó. Ja, sárgarépát viszek be, meg kell az ebédhez. Mi van? Mi van? Ja. Benéztem ide, bekukkantottam ebbe a kis üvegházszerű valamibe, hát üvegből van az a része, de ugye papa nem jól csinálta meg, gyorsan összevágta nekem, úgy, ahogy én kértem, aztán nem ellenkezett, de mondjuk én a tetejét nem gondoltam sehogy sem. Úgyhogy sötét ez a palántáknak, itt nem lehet palántát nevelni, meg megfagynak, úgyhogy ott a petróleum lámpa alul, azzal szoktunk melegíteni abba a régi rossz fazekamba, raktuk bele, hogy nehogy valami baj legyen. Ja, ez meg cirhok, ide rakta be a papa, meg ott vannak a tavalyi flakonok, amik ki vannak mosva, majd ugyanebbe fogom nevelni a palántokat. Még itt ezek is ki vannak mosva, ugye, amikor ugye kivettem belőle, akkor kimostam. Valami így zörög. Biztos a macska. Jó, hát az nem lesz, nem tudom, tartós vettem-e, vagy mit, akkor majd kicserélem a papírt. Ott vanni. De zörög, szüvi. De zörög. Ha? Fogjál valamit. Nincs itt patkány, mi? Nincs itt patkány. Cicu, micu, ez egy idegbeteg, cicukám. A idegbeteg. Hallod? Cicu, cicu. Cicu, cicu. Cicu, hova mész? Ott van egy kis üreg, ott szeret lenni. Be se férsz, dagikám, be se férsz. Jaj, te dagadék! Bújtál előlem? Bújtál, mi? Hát, most nem is látok. Na jó, béké hagylak. Csúnya macska. Itt a kupija a papának. Itt a pingpongasztal, amivel pingpongoztunk egyszer a folyosón.
nem vitték el a fiamék, mert azt mondta, nincs hova raknia, úgyhogy két pingpongasztalunk van, de ez nem jó különben. Ennek kár volt nekiállni, csak volt hozzá kedve. Na, kibújt a nap. Ott a napocska. Áfonyák. Még a... Mi az? Kivi, meg a füge, az még nem jött meg, majd márciusra ígérte a kártész, hogy akkor küldi. Nagyon fúj a szél. Az előbb kinéztem, még semmit nem fújt. Megfagyott minden. Nézzétek meg, ez a tyúkhúr, vagy mi ez? Ez mi? Ez a zöld fű. Ezt kapálni kell. Ugye sok a nitrogén a földben, azért van ilyenünk. Ja, mert ugye a borsót, levelet, mindent beledolgozunk a komposztba. Ja, meg van sindődve minden. Fokhagyma szépen kibújt az őszi. Most legalább átfagyott jól a föld, úgyhogy talán nem lesz annyi akármi állatka, ami káros a növényekre. Talán egy-kettő elpusztult. A komposzt a papa egy kis fenyőfaágot szórt rá, ilyen kisebbeket. Azt mondja, az is jó rá. Savanyítja. Nagyon fúj a szél. Ezek a vacagok, sörös akármik már ezer éve itt vannak a kerítésen. Ide rogta a papa, hogy lássák az őzek, ne fussanak neki a kerítésnek, mert ugye amúgy messziről jön, mint az állat, aztán nem is veszi észre, aztán neki rohan. Ott szoktuk sétálni a húgommal, ott itt nem messze. Nem messze van 100 méter, oda leég a, ott látni valami kerítés, hát ilyen kerítésféle, igen. Odáig vele megyünk. Ja, ez jó hosszú táv, ott van 600 méter körülbelül, vagy 7, annyi nincs, 500. Hát nézzétek meg, milyen hülye idő lett, hanem egy jó napos idő van, kijövök, azt egyet dumálok, de hát katasztrófa. Papa jött ki, hogy megmetszi a falkot, tudjátok, most már kezdi, enni kell februárban a gyümölcsfáknak a metszését, azt be kellett neki menni, mert ilyen szélben nem lehet dolgozni. Hát meg itthon vagyunk, ugye, majd megvágja, amikor jobb idő lesz, mert mikor dolgoztunk a gyárba, akkor ugye muszáj volt akkor vágni, amikor szabad idő volt. Szombaton meg munka után, ha fújt a szél, ha nem. Na most erre nincs szükség, mert itthon van. Ide leülök a padra, mert jó meleg, átmelegedett. Ja. Nem is tudom, miről beszéljek, úgyhogy nagyon nem nyújtom el ezt a videót, mert ugye még nincs miről beszélnem ilyen kárti dolgokról. Aztán más meg nem nagyon jut eszembe a magokat, tudjátok, a paprika magot, meg ilyeneket, azt majd márciusba vetem, már március elején. Ja, de most a pokföldívójám tönkrement, rengeteg tönkrement, úgyhogy most, ahogy tönkre megy, többet nem is lesz, mert azt hittem madár, de nem, ez a madár ijesztő nyekereg itt a fánál. Mert meguntam, megmondom őszintén, már 30 éve, több mint 30 éve van pokföldívójám. Minden éven kétszer is átütergettem némelyiket, mert csak akkor virágzott. Nem jó a mi lakásunk neki, ugye sokat kellett vele killódnom, nagyon túllóg a tető, és az meg nem jó neki, ugye nem kap elég fényt, ahol meg nem lóg túl a tető, ott kap elég fényt, ott meg elégett. Az ablakokra nájlont kellett raknom, hogy a zibolya szép legyen, hát az meg ott csúfoskodott, annyit nem ér meg, hogy én ott azzal kilódjak, mert ez katasztrófa volt tényleg. Jön a papa, nézd el a szemetet. Megcsináltam a kilovott kis szülődet, szitálom. Nem mondom,
De nem neked, hanem nekem. Ez volt ugye az apró ja. Lyukú, de ez jó lesz mászát szűrni nekem, mikor hármát ezek. Igen. Na most nézzétek meg. Megcsinálta a szitámat, ezt még édesanyámtól kaptam. De ez tudod szűrni. A lisztnek nem is lenne jó, mert átfújna rajt fújna. Tudom, tehát azért nem is mondtam már vissza. Így tönkre ment, azt nem is használtam, látjátok. Nem használtam, mert tudjátok, ezek a levesszűrők. Ez jó lesz. Megrasztam, jó lesz. Ja, amikor a papa messzár, aztán ugye a messzát át kell folyatni, hogy szép legyen a falon, ne rücs, vagy ilyen darabos, akkor arra jó lesz neki. De hát az a fa tönkre fog menni, apu. Melyik? Hát ami kárát, a kárát. Hm? A kárát. Ja. Hát az nem fogja bírni itt kint. Ó, hát nem sokszor csinálom nekem azt. Egyszer-kétszer. Jó napot kívánok, jó napot kívánok. Megmutatom ezt a macska. Ide jött ez, ami az előbb bábújt előlem, igen, ide jöttél, aztán kicsit megsimogatom, rossz helyre nyúlok, hogy te mindjárt megkarmol engem át. Jaj, nem is akartam macskázni, erre ma összekörülket fogdoznom. Júj! Látjátok? Ah, már nem jó helyre nyúltam. Nem jó helyre nyúltam, mi? Nem? Aztán olyan veszélyes, amúgy őrület ez a csicsamicó. Nagyon veszélyes. Koszos csizmám, ez egy ilyen kinti. Régen ebben sétáltam, de vettem egy bundásot, mert ebbe lefagyott a talpam. Aztán ezt nem is mosogatom, csak ha már igen dzsumás lesz. Titimutyuka. Látjátok, egy darabig engedte, hogy simogassam, de már nézitek a farka milyen vastag. Már nem lehet hozzá nyúlni. Mert akkor az már katasztrófa lenne nekem. Hát. Halálja ez a macska különben. Ezt azért csinálja, mert egy időben a papa beengedte a bajtok. Egy időben a papa beengedte a pincével, aztán ugye megszokta, aztán nem tudom, valami patkány vidd be vagy egelet, nem tudom. Aztán ki lett tessékelve, mert ugye van ilyen kis lyuk, ahol be tudott menni. Ki lett tessékelve, aztán azóta ilyen haragtartó lett. Úgyhogy a macskák nagyon bosszú alók. Amúgy. De már öreg macska, hát már van 5 évnél idősebb. Nézzétek meg, hogy fúj a szél. Aztán. Ez a vacak is fúj szörög. Ja, szembe vagyunk. Mennem kell befőzni. Kiviszed azt a szemetet, átválogattam a zöldséget, úgyhogy annyi rossz lett. A sárgarépa az jól bírja, ugye? Az nagyon. Sárgarépa nagyon jól bírja, de a petrezselyem gyökér az nálunk ott, azt mondja, hogy cicuka, már megint itt vagy. Fogja a fáját ennek a macska. Már megint itt vagy, mi? Itt vagy? Már megint? Hogy mondjam, jó, ittenem, az szeretni az ember, csak nem tudja, hogyan kell csinálni, nem tudja. De nagyon kell tőle félni. Tudjátok, az a macska, amikor elépek tőle, amikor itt hizeleg, azt akkor meg utánom karmol. Megkarmol? Igen, megkarmol. Bizony, már egy párszor elintézett engem, hát bizony. Adodósza, de már másik is kezdi, a fia. Fuss a pár után, fuss. Mennyi? Nézzék körül, hát ha vajon valami vadállat. Hogy jó Isten, hát nem tud bejönni semmi, te, mit fosó. Ott a kerítés. Jaj, de félnek. Ideges, vigyázz! Igen. Nem bírja ezt a simogatást, mint a többi macskákkal. Igen. Nem bírja a macskát. Katasztrofális.
El is búcsúzok tőletek, mert mennem kell már főzni. Már 10:30 vasárnapban mondtam. Erre 5-szer indítottam újra a videót. Nem tudom, mit mondtam, mit nem. Olyan jó napos idő volt, mondom, kijövök erre, itt egy hatalmas felhő. Na mindegy. Hát majd talán lesznek jobb idők, aztán meg tudok mutatni kárti munkákat. Majd jövök. Vigyázzatok magatokra, legyen szép hetetek. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Sziasztok!